Sziasztok, Anett vagyok. Tavaly március óta gyakorlok az Anami programmal. Azért jöttem ide, mert hát nagyon nehéz élethelyzetben voltam éppen akkor. Munkahelyi problémákkal küzdöttem, illetve nagyon szorongos voltam, mindentől pánikba estem, megijedtem, és nagyon-nagyon féltem a jövőtől. És akkor kezdtem el ide járni a testvéremmel együtt. Ő egy kicsit korábban érkezett, és mondta, hogy neki nagyon tetszik ez a program, és hogy próbáljam ki én is, hát ha tud segíteni ezekben a szorongásos tüneteimben, és átlendít ezen a nehéz élethelyzetem. Közben ugye elkezdtem gyakorolni, amit nagyon-nagyon nagy eredménynek érzek, az az, hogy nekem volt egy nagyon-nagyon súlyos allergiám, ami gyakorlatilag már 20 éve megvan. A parlagfűre, illetve egyéb gyomnövényekre voltam allergiás, és a nyarakat nagyon nehezen vészeltem át. Folyamatosan gyógyszert kellett szednem, folyamatosan fújtam az orromat, nem nagyon mertem kimenni a természetbe, és ebben az évben azt tapasztaltam, hogy szerencsére nem jöttek ezek a tünetek, és ennek örömére úgy döntöttem, hogy nem kezdem el szedni a gyógyszert. Hát vártam, vagy hát nem vártam, csak tudtam, hogy ez az augusztus eleje közepe időszak a legeslegnehezebb, mert ugye a parlagfű ilyenkor virágzik, és képzeljétek el, hogy voltam egy bicikli túrán, ahol tömény parlagfű mezőkbe mentünk, illetve azok a gyomnövények is ott voltak, amikre allergiás vagyok, és szerencsére nem volt semmilyen tünetem, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ez a problémám megszűnt. Illetve az Anami program alatt történt velem egy baleset, már jártam, amikor elestem biciklivel, és szerencsére ez a törés is nagyon-nagyon-nagyon szépen gyógyult. Folyamatosan jártam egyéni órákra, illetve csoportos órára. Pont egy évvel ezelőtt törtem el a lábam, és idén már részt vettem a biciklitúrán, 55-44 kilométereket mentem, illetve gyalogtúráztam is úgy, hogy egyáltalán nem fájt a lábam, tehát teljesen jól bírtam a túrát, és mindenki nagyon csodálkozott, hogy milyen jól megy a biciklizés, milyen jól megy a túrázás, többször megkérdezték, hogy biztos, hogy nem fáj, tényleg jól van, és mindig mondtam, hogy nem, egyáltalán nem fáj, teljesen jól bírom. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a programnak, hogy ide járhatok, és hogy ezeket az eredményeket elértem. Köszönöm szépen!